Ezt a minden ide komolyan. Az biztos, hogy kell ehhez egy ilyen lelki állapot vagy elmélyültség, hogy ezt az ember tudja értékelni, miközben hallgatja. Erre a zenére azért mennék el, mert ilyet még nem hallottam, és ez tényleg nekem érdekes lenne egy ilyet meghallgatni. Elismerem a művész értékét, nekem ez már nagyon sok. A két hangszer között egyik teljesen ismeretlen számomra. Fogalmam sincs, milyen lehet. Hát ez mester és tanítványa. Ilyen aranyos kis párosnak tűnnek, ilyen cukik együtt. Pattogós és ilyen az idős és profi és tűpontos Szőke Szabolcs. Nagyon nagy az összhang kettőjük között. Nekem nagyon külön van így a férfi meg a női szerep ebbe a zenébe. Bennem nem okoz idegességet, de úgy érzem, mint hogyha ez egy ideges zene lenne. Néha vannak ezek a hangok, amik tényleg így kiráz a hidegezet, amikor hirtelen így... Improvizatív zenének tűnik, de kottából játszák, kicsit elborult. Ebben van egy elég erős néphagyomány tisztelet. Akár a magyar kultúrába is beleillene szerintem. Biztos, hogy valami népi témának valami modern feldolgozású filmje lenne. Egy olyan jelenet alá tenném, amiben a főhős nagyon rohan. Tengerparton ülök, és ott zenélnek nekem, és én közben ott iszom a limonádémat. Ezt azért el tudnám hallgatni. Különleges az az előadás. Profi.